Sziasztok! Sziasztok! Ezen a héten a Cambium Networks, CN Matrix, Switch családjával fogunk foglalkozni, az EX1000-es és az EX2000-es szériával, mert ezek a termékek most már elérhetővé váltak. Kezdjünk is bele! Akkor kezdjük a portokkal és a layerekkel. Mert hogy létezik Layer 2-es és Layer 3-as Switch család, az egyik az EX1000, a másik az EX2000. A Layer 2-es az egyszerűbb felhozatal, ott négy Switchről beszélhetünk, két 10 portos, két 28 portos, ugye PoE-s vagy PoE nélküli változatok bontják ezeket ketté, és a 8 rezes gigabites porthoz jár két darab SFP port, a 24 gigabites rezes porthoz pedig jár 4 SFP port. Mindez Layer 3-nál már sokkal bonyolultabb. Az EX2000 úgy oszlik fel konkrétan 4 változatra. Van 10 portos, 16 portos, 28 portos és 52 portos. Na hát itt természetesen már sokkal bonyolultabb a képlet, mert ugye a PoE és nem PoE-s vonal az végig megy, kivéve a 16 portos változatot, az csak PoE-sban van. Itt az SFP sima portok csak a kis switcheken, tehát a 10 portosokon vannak, 2-2 darab. A 24 portostól fölfele már csak SFP plusz portokkal találkozunk, és mindegyiken 4 van. A 16-os igazándiból a kakukk tojás, mert ott nem csak gigabites rezes portok vannak, valamint nem csak AF-AT és PoE-s opciók, hanem ott bejön a képbe már a BT-PoE, tehát a nagyobb, a 60 wattos PoE szabvánnyal, valamint a 2,5 gigabites portok is rendelkezésünkre állnak, tehát a 802.3 BZ szabvány szerint is csatlakoztathatjuk access pontjainkat vagy más eszközeinket ehhez a switchhez. És van itt még egy zavar, ez pedig a 48 portosnál jön elő először, ott a cserélhető tápos megoldás is van. Tehát van ott is nem PoE-s 48-as, PoE-s 48-as, és ezen kívül van egy harmadik változat, amiben ugyan nem redundáns táp van, de egy kiegészítő tápot kell venni hozzá, és ezzel tulajdonképpen a PoE büdzsénket tudjuk meghatározni. A 300, 600, 1200 watt. 400, 600, nem, 600, 900, 1200. Igazad van, 600, 900, 1200 wattos tápokat választhatunk az előbb említett switchhez. Jó, kb. Ezeket átbeszéltük. Itt vannak a 10 és a 28 portosok, méghozzá a Layer 3-asból. Ezeket szerintem szét is kaphatnánk, hogy megnézhessék belülről a nézőink, nem? Szedjük szét. Jó. 3, 2, 1. Ez a Cambium Networks logó nagyon szép kéken és sejtelmesen világít a regszekrényünkben. Minden egyes switchnél. 6 feszültséget kap a switch. Ups. Na nézzük, ő hogy is néz ki. Alapvetően jó minőségű alkatrészek tűnnek fel előttünk. A forrasztások is megfelelőnek tűnnek. Láthatóan 3 darab switch groupba van rendezve a 3x8 port. Itt vannak a switch chipek, erről majd inkább közelít bevágunk. A tápegység az egy tisztességes nagy tápegység, de hát ugye 400 wattos, tehát ez várhatóan meg is mutatkozik a méretén. Egy letisztult, igényes szerelés, jó minőség, nem a szokásos kínai dzsunka. 2 darab ventilátort kapott ez a változat. Egyébként a 8 portosokon kívül, és a 28 portos nem poésokon kívül, mert azok sem kaptak a ventit, mindegyik 2 ventilátor oldja meg a hűtést. És itt nem a szokásos, amit láttunk más gyártóknál, a hátul elhelyezkedő, elül beszívom a levegőt koncepció van, hanem itt a regszekrény egyik oldalán szívja be, és egyébként nagyon jó, mert a tápon keresztül, meg a switch csoportokon keresztül húzza át a levegőt, ez a két venti, és küldi ki a másik oldalt. Itt egy másik hő elvezetési megoldást látható. És a hűtőbordák is így vannak kialakítva, hogy áramvonalasson, és azon keresztül. Fussanak, igen. Igen, átgondolt tervezés eredménye. Na nézzük a kicsit. A
csavarokat eltávolítottuk előre, gondolom nem kell senkinek mondani. Itt egy jóval kisebb tápegységet látunk. Egyébként ez nem poés. Ugye hát egyrészt ventilátorunk sincs, másrészt kicsi, de ez tényleg úgy látható, hogy ez egy elég kis tápegység a előbb említetthez képest. A 8-as poés sem ventilátoros. Igen, az is egy csöndes switch, azt is el lehet helyezni irodákban, asztalok alatt, és nem fogja zavarni az ott dolgozókat. Nem csak asztalat lehet elhelyezni, hanem lehet hozzá külön regfület is venni. Így van, ez nagyon fontos információ, hogy amennyiben regbe akarjuk rakni, akkor amíg a regméretű switcheknek értelemszerűen tartozik a regfül, a reghez való rögzítéshez, addig a kicsikhez kiegészítőként rendelhető, amivel 19 col szélesre kiszélesíti, valamint ugye rögzíthetővé teszi ezekben a szekrényekben a kicsi switchet. Jó, akkor őket így mesztelenül fogjuk ezen túl látni. A koncepció. Ugye a Cambium Networks, mint középkategóriás gyártó, talán ez a legjobb megnevezés, mert mindenképp jobb minőségű, meg erősebb, meg jobb garanciával ellátott termékeket szállít, mint a alsó közép, vagy alsó kategória, de árban meg közel sem éri el a felső kategóriát, ezért valahol ez középen próbál utat törni magának, egyébként egész sikeresen. És ugye a switchek azok nagyon hiányoztak a Cambium portfóliójából, tehát nagyon régóta enterprise szintű access pontjaik azok vannak, szerencsére a szoftver is eljutott már arra a szintre, hogy ezek tényleg jók manapság, de a switching az nagyon hiányzott, és ami még nagyon hiányzott, az a layer 2-es switching, mert ugye a layer 3-asok már több mint egy éve velünk vannak, a layer 2-esek csak most jöttek, és ezzel egy nagy versenyhátrányt dolgoz le a Cambium Networks. Milyen garanciával is jön ez? 5 év. 5 év. Layer 2, Layer 3, tehát látható, hogy itt is a felső szegmens felé húznak ilyen mellékelt szolgáltatás terén. Árak tekintetében viszont ismét trükkös a Cambium. Ugye az AP-knál már láthattuk azt, hogy a listaárak, amíg viszonylag magasan vannak tartva, ha valaki belép egy webshopra, akkor egy viszonylag magasabb áru termék portfólióval ismerkedhet meg, de ez trükkös. A Cambiumnál a projektvédelem működik, a projektárazás működik, ehhez regisztrálnotok kell a Cambium Partner portálon, és amint az megvan, ott le lehet jelenteni bármilyen projektek, ezen túlmenően nem csak az AP-kat, hanem a switcheket is bele lehet foglalni, és nagyon masszív kedvezményeket lehet elérni a switchingre is, és ha a connected partner, tehát a projektárazást vetjük össze, amihez nem kell nagy darab számot levenni, elég néhány AP meg néhány switch, akkor már azt kell, hogy mondjam, hogy az alsó közép kategória fölött van egy kicsivel az árazás, természetesen műszaki megoldásokat, hogyha próbálunk egyeztetni akkor, a közép kategória switchei fölött meg talán egy hajszállal van, viszont ami a nagy előny, hogy cloud managed switchingről beszélünk. És egy rendszerből lehet használni az összes többi Cambium eszközzel. Bizony. Hogy van a PoE Budgie? Mert ez egy jó, a nagyobb katyvasz, mint a portok. Peti? Hát a PoE Budgie, ez úgy működik, hogy a Layer 2-es switcheknél a 8 portos, az 75 wattos PoE Budgie-vel rendelkezik, míg a 24 portos az 200 wattal. A Layer 3-as switcheknél pedig a kicsi 8 portos az 100 wattossal, a 24 portos az 400 wattossal, a 16 portos az 240 wattossal, a nagy 48-as az szintén 400 wattos, illetve a 48-asból van a cserélhető tápegységes, ott pedig a tápegység méretétől függően abból elérhető 600, 900 és 1200 wattos tápegységes. 1200 watt. Bizony. Azért az tisztességes. Igen, de ebből azért le kell vonni a tápegység teljesítményéből a switchnek a teljesítményfelvételét, ami nagyjából 50 watt, ott le kell számolni belőle. Tehát akkor is marad nekünk 1150 watt körül. Nettóba. Nettóban a PoE megtáplálásra. Tisztességes. Nem használható. Ebben a részben ennyi fért, de jövő héten kitárgyaljuk a szoftveres funkciókat, illetve a felhőalapú menedzsmentet. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, lájkoljátok a videót. És nyomjátok meg a csengőgombot. Bizony. Sziasztok! Sziasztok! Jövő héten találkozunk!